Marosi Tímea vagyok. Marosi József vagyok. Olyan 6,5-7 éves korában, tehát a mai korosztályához képest ő későn kezdett, viszont hamar megmutatkozott a tehetsége, ezért már 7 éves korában leigazolták, mint versenyző. Mi Kecskeméten élünk, tehát onnan jöttünk most is, és az első egyesülete ott volt Kecskeméten. Utána a sakkozói pályafutása felfelé ívelt, nagyon szép eredményeket ért el, a magyar bajnokságon, korcsoportos bajnokságon első lett, volt harmadik, sok-sok több országos versenyen is az élmezőnyben végzett, jelenleg is, és már több éve ő a 2000-es korosztálynak az első számú magyar versenyzője. Kezdtem ott sakkozni, 2 hónap múlva már gyakorlatilag olyan szinten játszottam, amivel felfigyelt mindenki, és nagyon szeretett sakkozni. Ilyen nappal sokáig nem is értettük, hogy lehet ennyire szeretni sakkozni. Minden idejében sakkozott, magával sakkozott, állandóan sakkozott. Nehéz a kettő együtt. Sakk együtt az nehéz. Ugye előbb-utóbb kellene dönteni, hogy ugye a sakkot erősíti inkább, vagy az iskolát, mert valószínűleg választania kell. Hát minden sakkozó gyereknek egyébként, így ő is ebben a dilemmában van. Iskola mellett már nagyon nehéz magas szinten sakkozni. És ő nem magántanuló, hanem ő minden nap bejár az iskolába, rendesen tanul. Meglátjuk majd a folytatást, nyilván az öntés az ő kezében van, hogy melyiket szeretné erősebben jó csinálni. Tanuló. De jó tanuló, tehát azért nehéz a választás, mert ugye mondhatni azt, hogy jó sakkozó és nagyon jó tanuló. Így mind a két oldalon vannak realitások, de nem tudjuk, hogy igazából merre billen majd a mérleg, illetve hát ő neki kell ugye eldöntenie. MTK-ban van amúgy leigazolva, tehát itt Pesten. Nagyon sok támogatást kapunk az Egyesülettel, és ez is nagyon sokat számít. Tehát emberileg is úgy gondolom, hogy ott állnak mellettünk és mögöttünk. És itt elsősorban a Szabolcsi János szeretném megemlíteni, mert ha ő nincs, akkor... Szóval nagyon sokat köszönhetünk még. A csoportos országos bajnokságokon mindig jelen volt, ott több első helyet ért el, második, harmadik helyezett volt, volt Rapid Európa bajnokságon 10. helyezett, egyébként most decemberben az U16-os olimpiáron harmadik magyar válogatottnak a tagja volt, szép eredményt ért el ő is, meg a csapat is egyébként. És akkor szokott a magyar nyílt bajnokságokon indulni, ami már felnőtt, tehát az alapkarosi versenyre gondolok elsősorban, illetve hát ugye most már ilyen nemzetközi versenyekre jár, mint a First Saturday nemzetközi mesteri csoportba, illetve Kecskeméten is voltak már ilyen próbálkozások, ott is van a Kajsza név alatt futó, szintén nemzetközi mesteri csoport, most már ugye őnek ezek a célkitűzések, és hát természetesen az, hogy a korcsoportjában továbbra is jó helyezést érjen el, és esetleg ha anyagi támogatás és minden összejön, akkor nyilván világversenyeket való megmérettetés, illetve részt. Jelenleg nagyon jól csinálja, meg szereti továbbra is, nagyon szereti a sakkot. Ugyanakkor meg ami a sakkban jó, azt ő megkaphatta. Tehát az a közösség, ami itt a sakkozók között, a sakkozó gyerekek között van, ez egy pótolhatatlan dolog. Én most látom az a rengeteg energiát, meg minden, most érzem azt, hogy végre megérte. Amikor úgy engedhetem el a gyereket versenyre, hogy tudom, hogy biztonságban van, hogy jó társaságban van, nem kell félteni. Szóval ez szülőként ez a legfontosabb valahol, hogy a gyerek egy jó közösségben legyen, egy olyan emberek között, akikre számíthat. És a sakkozó társadalom ilyen, és ez egy nagyon jó dolog, nagyon kevés ilyen divat jelenleg azt, hogy számítani lehet egymással. Ez egy csoda számomra, én mindig itt legalábbis én rácsodálkozom. És ez egy jó döntés volt, de nagyon kemény út vezetett idáig.